A mai videóban az Ünnepek nyomában című videósorozatunk következő epizódjaként advent ünnepét fogjuk górcső alá venni. Amennyiben foglalkoztat benneteket az ünnep története, illetve az, hogy Heinrich Weihön evangélikus lelkész hogyan hívta életre a napjainkban is használt adventi koszorú ősét, valamint, hogy honnan ered az adventi kalendárium készítésének hagyománya, tartsatok velem az elkövetkező percekben! Advent a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, mely Szent András emléknapjához, november 30-ához és december 24-éhez legközelebb eső 4 hét elnevezése. Ekléziai értelemben véve a keresztény egyházaknál az egyházi év legelső napja, valamint a január 6-ig vízkeresztig tartó karácsonyi ünnepkör kezdő szakasza is egyben. Ebből kifolyólag az ünnep első napja mindig november 27 és december 3 közé esik, liturgikus színe a lila, amely a bűnbocsánatot jelképezi. Etimológiailag a szó a latin Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele kifejezésből származik, amely értelmezése szerint annyit tesz, hogy a karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben teljesedik ki igazán. Eredetileg azonban advent időszaka január 6-án tartott felnőtt keresztelések idejére felkészítő 4 hetes intervallumnak számított, és gyökerei a 4. századból eredeztethetők. Az 5. században azonban a legjelentősebb keresztény ünnepé a karácsony vált, és ehhez mérten először 6, majd Simplicius pápa rendelkezéseit követően 4 hetes intervallummá forta ki magát. Ennek értelmében a 7. századtól kezdve a keresztények eleinte csak egy vasárnapot ünnepeltek meg az ünnephez kapcsolván, azonban ezt Szent Gergely pápa 4-re módosította, sőt, mi több, 5. Pius pápa csak hamar kötelező ünnepé kiáltotta ki az adventi várakozás időszakát. Advent ünnepét napjainkban a reményteli várakozás, a meghittség melegsége, liturgikus szempontból pedig a dísztelen oltár jelenléte jellemzi. Klasszikus jelkép az örökzöldekből készített adventi koszorú, amelyre 4 gyertyát helyeznek el és gyújtanak meg, minden vasárnap egyet. Az adventi koszorú készítésének gyökerei már a pogány korszakban is megmutatkoztak, de igazi értelemben vett gyökerei egészen a 19. századig nyúlnak vissza, amikor is Johann Heinrich Weihön, evangélikus lelkész elkészítette a legelső koszorút 1839-ben a Rauhenhaus nevű gyermekotthonban. Hogy életre hívhassa ötletét, először 24 darab gyertyát helyezett egy 2 méter átmérőjű kerékre, amelyet aztán felfüggesztett, és ezzel létrehozta a mai adventi koszorú ősét. Elmélete szerint a koszorún lévő gyertyák közül 20 piros a hétköznapokat, 4 fehér pedig a vasárnapokat jelölte. Weihön a karácsonyi várakozás tekintetében minden nap meggyújtott egy gyertyát koszorúján, ezzel jelölve hány nap van még hátra karácsonyig. A tevékenységet Szenteste napjával bezárólag mívelte, míg nem karácsony elérkeztével aztán az összes gyertya lángja együtt lobogott. Ennek köszönhetően sokáig kizárólag csak evangélikus felekezetekben használt jelkép volt, azonban nagyjából a világháború utáni időszakban megvetette talpát a katolicizmus követői között is. Ugyancsak ide kötődően átalakult a koszorú imázsa, ugyanis a 24 darab gyertya 4-re csökkent, színe inkább az ünnep sajátosságaihoz kapcsolódva változtak a mai értelemben vett 3 lila és 1 rózsaszín kombinációjára, melyek katolikus értelemben véve a 4 alapvető dogmatikai alapfogalmat, a hitet, reményt, örömöt és a szeretetet szimbolizálják. A protestáns egyházak felekezetei piros színnel jelölik mind a 4 vasárnapot,
Viszont sok esetben egy ötödik, fehér gyertya is fellelhető koszorújukon, melyet ők Krisztus gyertyának neveznek, és Szenteste napján gyújtanak meg. Ugyancsak az ünnephez kötődően említendő meg az is, hogy szokás volt ebben az időszakban a húsvétra jellemző 40 napos böjtöt tartani, ami azonban a 20. századra szinte teljesen feledésbe merült az egyes felekezeteknél, kivéve az ortodoxia szerint élőket. A görög katolikusok ugyanis az imént említett böjttel készülnek fel a karácsonyra. Szintén a hagyományokhoz kötődik az adventi naptárak használata is, melyek pontosan 24 darab apró csokit tartalmazó kisablakot rejtenek magukban. A kalendárium eredete egészen az 1900-as évekig nyúlik vissza egy német édesanyához, aki látva fia türelmetlen karácsonyvárását ötletes ajándékkal állt elő számára. Egy kemény kartonlapot 24 részre osztott, melyek fölé egy-egy darab csokoládét tűzött, és megengedte neki, hogy minden este elfogyasszon egyet közülük Szenteste napjáig. Az aprócska fiú miután felnőtté érett, észben tartva édesanyja kedves meglepetését, végül úgy döntött, üzleti vállalkozást épít a hagyomány köré. Terveit úgy valósította meg, hogy egy 24 ablakból álló naptárat hívott életre, melynek spalettái mögé egy szem csokoládét vagy cukorkát rejtett, így megteremtve az adventi kalendárium napjainkban is használt formáját. Remélem elnyerte tetszéseteket ez a videó. Ha igen, ne felejtsetek el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!